Hát annak idején 2005. júliusában én neveztem ki Petrányi Zsoltot a műcsarnok igazgatójának, és több jelölt volt, nem volt könnyű döntés, de azt hiszem, hogy az elmúlt öt és fél év munkája bizonyítja, és számomra mindenképpen bizonyítja, hogy jó döntés volt. Én Nekem nagyon tetszett, amit csinált úgy érzem, hogy kompromisszumok nélkül azt a programot, amit ő vállalt, a kortárs művészet, méghozzá a nemzetközi kultárs művészet bemutatását, azt ő teljesítette a körülményekhez, az anyagi körülményekhez képest nagyon jó színvonalon. Én a pályázati rendszernek vagyok a híve. Annak idején is pályázattal született meg a döntés. Nem volt könnyű döntés, hiszen sokan Fabényi Júlia szerződésének a meghosszabbítását javasolták. Én viszont úgy gondoltam, hogy a versenyben lévő másik két pályázó, Petrányi Zsolt és Bencsik Barnabás azt a megújulást tudja elhozni a magyar képzőművészetnek, amire annak nagyon nagy szüksége van. Végül is szerencsésen alakultak a dolgok, hiszen Petrányi lett a műcsarnok, és Bencsik pedig a Ludwig Múzeum igazgatója. Tehát rajtuk keresztül úgy érzem, hogy hogy egy picit sikerült meghaladni azt a szintet, ami korábban mondjuk az elmúlt 30 évet jellemezte. Annak ellenére, hogy sok kritika és értetlenség fogadta a kortárs magyar, vagy 20. századi magyar képzőművészek részéről, vagy az őket reprezentálók részéről az itteni kiállításokat. Én úgy gondolom, hogy az a az a politika, amit, vagy az a program, amit Petrányi megvalósított, az egy nagyon következetes, és a műcsarnokot mindenképpen az Európai ö, képzőművészeti trendek közé helyező intézményé tette. Ami pedig a mostani kinevezést illeti, hát itt is volt egy pályázat, majd ezt a kulturális kormányzat egyszerűen félretette arra hivatkozva, hogy ez úgymond nem felel meg a 21. század kihívásainak, Történetesen Petrányi Zsolt pályázata, amit közzétett az Exindexen, az a 21. századi képzőművészet miben létéről szólt. Tehát a, a bírálóknak az indoklása az teljesen inadekvát volt és teljesen irracionális az én szememben. Majd voltak rögtönzések, ugye a Francesca von Habsburg részéről, jelölése, esetleges jelölése vonatkozásában. És végül egy olyan ember nyerte el, aki nem is nyújtott be pályázatot, de hát megbeszélték, és ö, nagyon remélem, hogy nem tekinthető tisztán politikai kinevezetnek, tudjuk kiről van szó, ö, Gulyás Gáborról, aki a debreceni modem igazgatója volt az elmúlt években. Ö, nagyon nagy a feladat, és ezt a magas lécet át kell tudni ugrani.